Szóval sziasztok, köszöntök innen mindenkit Zagyvarékasról. Egy újabb állomás bemutató videó. Egyébként a 120 ávas útvonalon van, ami a Budapest Nagykáta Szolnok, mint tudjuk. És igazából ez nem is vasútállomás, hanem egy megállóhely. Gyakorlatilag egy táblás megállóhelyről van szó. És akkor sokat nézzük is meg. Tartsatok velünk! Most éppen Szolnok felé nézünk, az előbb ment el egy tehervonat, megjött be egy személyvonat, egy ablakos, amelyik ráadásul itt meg is állt. Egyébként itt csak a személyvonatok állnak meg, és azok közül sem mindegyik. És egyébként maga a település az még kicsit beljebb is van, itt a megállóhoz közel az úgynevezett vasutas kolónia van. De azért látjátok, hogy itt a megállóhelytől nem messze azért már vannak lakóházak, de hát ez egy viszonylag kihasznált megálló. És itt van egy épület, ez volt a mondom régen a megálló épület, és itt volt egy kiadás, meg más, meg esetleg a sorompókezelő, mert valószínűleg itt a fénysorompó előtt egy tekerős sorompó volt, na mindjárt nézzük. Nem tudom képzelni, hogy ez az épület lakott, de az biztos, hogy vasutas épület, az látszik az alakján, és még rá is van írva, hogy a 34-es öltházról van szó. Nem tudom képzelni, hogy lakott, és valószínűleg most nincs itthon senki. És látjátok, ez vasutas épület volt valaha. Tehát itt látszik a pályatelefonnak a csatlakozója. Az valószínűleg ez már üzemképes. Tudom képzelni, hogy itt volt a jegypénztár, csak később befalaszták. Mert ez teljesen úgy néz ki, mint a forgalmi iroda vagy jegypénztár, viszont forgalmi iroda már csak azért sincs, mert nincsenek kitérők. Tehát szerintem régebben se voltak. Ugye hangos bemondó, az még talán működik is. És ugye az a hagyományos peron, az még a... Ez látszik, hogy itt még nem volt felújítás, legalábbis ilyen EU-s finanszírozott, mert nem épült viakolodos peron, hanem ez a régi hagyományos van. Viszont magát a megállóhelyet azt rendbe tették, mert ugye azt látjátok, hogy két ilyen esőbe álló épült, ez ugyanilyen van Tápióoszlát Mártonon is, és ez a két akasztófa, az pedig valószínűleg egy vizuális utastájékoztató lesz, tehát ide majd lesz, ha minden igaz, akkor felkérdő egy eredményjelző. Hát vagy csak megtervezték a helyét, aztán mégse tették ide. Ezt így nem lehet sem tudni, hogy végül is akkor mi történt. Azt látjátok, hogy menetrend az van kirakva. Hát a 14-47-es az már jött. Viszont elvileg akkor hamarosan jönni fog még egy vonat, ami itt megáll. Ami a keleti felől jön. Hát meglátjuk. Az pont a másik peronnál lesz. És egyébként egy fénysorompós útátjáró van, tehát sorompó nélkül, ahogy ide el lehet jutni, és akkor ezt nézzétek, maga a peron. Most nem megyek el a végéig, igazából sincs semmi látnivaló. Szóval az Zagyvarékas megállóhelynek a bemutatása az eddig tartott, igazából más érdekességét nincsen. Ez egy egyszerű megállóhely peronokkal, utastájékoztatás, megvan ezzel a kiragasztott menetrend, ami kötelező, meg mindig az van hangos bemondó, azt most nem tudom letesztelni, hogy működik-e, mert most nem tudom, most nincs idő megvárni a következő vonatot. A digitális kijelzőknek a helye megvan, de még nem üzemelték be. És van egy külön gyalogos útátjáró itt, ahol most átjövök, egy külön fénysorompóval. Mondjuk ennek nem tudom, hogy mi értelme van, de van. Igazából alig pár méterre van a hagyományos közúti átjárótól. A fénysorompókat viszont kicserélték ledesre. Nézzétek csak meg. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Többit azt már tudjátok, ne kispételgessem. Úgyhogy sziasztok, majd legközelebb találkozunk egy másik videóban.